Tisztelt hallgatóim, hölgyeim és uraim! Koraszülötteknek az egyik leggyakoribb betegsége a tüdő éretlensége miatt alakul ki. Ez az úgynevezett respirációs distressz szindróma. Na most, ha a táblázaton megtetszenek nézni, akkor ez a 25. héten született magzatoknál 93%, a terhességi hét előre haladtával ez a betegség, ez azért csökken, de az az igazság, hogy még a 30. héten is 55-56%. Ez azt jelenti, ha egy ilyen koraszülött magzat megszületik, a tüdejében nincs meg az az anyag, az alveolusokban, léghólyagokban nincs meg az az anyag, ami biztosítaná ezeknek szülés után a léghólyagoknak a megfelelő felületi feszültségét. Na most, ha az anyag nincs meg, megszületik a koraszülött, akkor tulajdonképpen kilégzi a levegőt, és ez az alveolus, ez a léghólyag összetapad. Mert nincs benne ez az anyag, ami egy filmszerű réteg formájában van, ez olyan, mintha egy labdába vagy egy fölfújt luftballonnak a belsejében lenne zsír. Ha én kieresztem ezt a luftballont, akkor a levegő kimegy, igen ám, de megint ki tudom nyitni, ha belefújok. Az alveolus ugyanígy működik, összetapad, nincs meg ez az anyag, nem tud kinyílni. És órák alatt egyre több léghólyag záródik össze ennek a koraszülött magzatnak a tüdejébe, 5-6 óra múlva kialakul az úgynevezett respirációs distressz szindróma, légzési elégtelenség, ami sajnos manapság is a koraszülöttek halálozásában a leggyakoribb okként szerepel. Na most az 1970-es években ugye volt egy olyan vizsgálat, ami most már bekerült a klinikai gyakorlatba, hogyha mi az édesanyának az igen korai időszakban, tehát a 35. hét előtt egy steroid injekciót adunk, hát úgy érthető, hogy prednizolon, talán ez a jobb kifejezés, prednizolon, dexametazon, betametazon, tehát egy steroidot adunk, akkor az édesanyjának adott injekció 24-48 óra múlva már elindítja a tüdőbe ennek az anyagnak, a magzat tüdejébe ennek az anyagnak a termelődését. Tehát normálisan ez az anyag a 35. terhességi hét után éri el azt a mennyiséget, amikor már ettől a betegségtől nem kell tartani. Igen ám, de a 35. hét előtt, ugye, mint említettem, így gyakorlatilag igen magas százalékba fordul elő ez a tüdő éretlensége miatt kialakult respirációs distressz szindróma. Na most, ha én a 25 vagy 26 vagy 27 hetes, 32-33 hét előtti héten lévő magzatnak az édesanyjának adom, akkor ez előbb elindítja ennek az anyagnak a produkcióját. 24-48 óra múlva. Ezt nevezzük mi steroid profilaxisnak. Igen ám, de nagyon gyakran előfordul, hogy nincs 24-48 óra időnk arra, hogy ez a gyógyszer hasson. Elfolyt a magzatvíz, bejön az édesanyja, olyan a mészáin, hiába adom meg a gyógyszert, nem tudom 24-48 órán át tovább tartani, tehát ezért ez a gyógyszer nem fogja kifejteni a magzati tüdőre a hatást, és ezért kezdtük mi el 1996-ba, hogy közvetlenül a magzatnak adjuk be ezt a gyógyszert. Ultrahangos kontroll mellett, a méhen keresztül, a magzatnak az izomzatába fecskendezzük be ezt a steroidot. Ennek azért van jelentősége, mert sokkal gyorsabban hat ez a gyógyszer, nem kell átmenni a lepényen, mint ahogy az édesanyának adom. A másik pedig az, hogy nagyon sok esetben kontraindikált a steroid az édesanyának, súlyos diabétesz, akkor olyan terhességi betegség, ahol magas a vérnyomás, tehát ezeknek sem lehet úgy odaadni. És ilyenkor, ha ezt a gyógyszert adom, már 8 óra múlva elindítja ezt a felületaktív anyag produkcióját a magzatnak a tüdejébe, és az így kezelt magzatoknál a helyzet az, hogy a respirációs distressz szindróma sokkal kisebb mértékben jelentkezik, mint ha nem kapta volna meg. Mi eddig a 32. hét előtt 125 alkalommal kezeltünk így méhen belül újszülötteket.
a kezelésnek a terhességi hét átlagosan az 27 hét volt, és a respirációs disztress szindróma, tehát 27 hét átlagosan, 31%-ba fordult elő, utalnék arra, hogy még a 30. héten is jóval magasabb százalékba fordul elő ez a betegség, ezeknél az újszülötteknél a 27. terhességi héten csak 31%-ba. Amikor nincs időnk arra, hogy ez az anyának adott steroid gyógyszer kifejtse a magzat tüdejére, a serkentő hatást, akkor a méhen belül lévő magzatnak adjuk be ezt az injekciót. Meg kell mondanom, hogy nem tudjuk, hogy miért van ez a nagyon jó hatása. Azt azonban tudjuk, hogy a magzatnak, ha ezt az injekciót beadjuk, akkor a tüdőben az áramlás, a véráramlás, ami látható is a képen, a véráramlás rendkívül nagy mértékben fokozódik, már 4 perc után a gyógyszer beadása után, és a helyzet az még 24 óra múlva is, a véráramlás a magzat tüdejében sokkal jobb, mint a gyógyszer adása előtt, tehát feltehetően, hogy ez a gyógyszer valahogy úgy hat a magzat tüdejére, hogy a felületaktív anyagnak a produkciója jelentős mértékben fokozódik. Amikor ezt a gyógyszert, tehát a méhen belül adjuk a magzatnak, és ha elfolyt a magzatvíz, akkor előfordul, hogy mi ezt a kettőt kombináljuk. Tehát abban az esetben, ha elfolyt a magzatvíz a 32. terhességi hét előtt, és eleve föl kell tölteni, tehát pótolni kell ezt a magzatvizet, ha már ugye úgyis megszúrjuk méhen belül, vagy méhen a hasfalon keresztül beadjuk ezt a magzatvizet, akkor már megadjuk a magzatnak is a gyógyszert. Tehát a két módszert lehet kombinálni. A harmadik ilyen beavatkozás, meg kell mondanom, hogy ezt azért ritkábban szoktuk használni, amikor szinte arra sincs időnk, hogy a magzatnak beadott gyógyszer kifejtse hatását, tehát gyakorlatilag még 8 óra sem áll rendelkezésünkre, tehát nagyon gyorsan kéne valamit csinálni, hogy a megszületendő magzatnál ez a tüdő érettensége miatt ne alakuljon ki ez a betegség, akkor egy olyan eljárás van, hogy az édesanyának, amit szintén ezt az eljárást ugye a képeken bemutatjuk, tehát az édesanyának adunk egy olyan infúziót, ami gyakorlatilag azt a hatást fejti ki a magzatnál, hogy a magzatnak méhen belül, bármennyire hihetetlen, mellkast mozgást okoz ez az infúzió, és ez olyan, mint amikor kint venni a levegőt. Na most, amikor ez az injekciót, az édesanya infúziót megkapja, a magzatnak ilyen mellkas mozgása van, ultrahanggal lehet látni, és ebben az esetben pedig a magzat szája elé adjuk azt az anyagot, ami ilyen korán még nincs meg a tüdőbe, ami biztosítaná az alveolusoknak a megfelelő felületi feszültségét. Ezt ugyancsak a 24-32. Terhességi hét között kell alkalmazni, mert ugye a 32. hét után született magzatoknak azért az életbemaradási esélye az sokkal jobb, abban az esetben, ha nagyon kevés a magzatvíz, mert ha a magzatvíz sok, és én ilyenkor adom be ezt az anyagot a magzat szája elé, akkor ugye fölhigul a magzatvízbe. Kevés a magzatvíz, nagyon gyorsan meg kell születtetnem a magzatot, ekkor adom be a szája elé ezt a gyógyszert, ezt az úgynevezett felületaktív anyagot. Eddigiekből én azt hiszem, hogy világosan látszik. Ha olyan új módszereket alkalmazunk, magzatvíz visszapótlás, a magzat méhen belüli kezelése, a felületaktív anyagnak a beadása a magzat szája elé, hogy ezt inhalálja, hogy ezeket a beavatkozásokat csak nagy intézetben lehet elvégezni. És a helyzet az, hogy épp ezért a koraszülés vezetése csak tényleg olyan intézetekben lehet, ahol minden feltétel adott. Ha én megpróbálom ugye minél tovább a terhességet kitolni, minél később szülessen az a magzat meg, abban az esetben minden odafigyelés szükséges, minden diagnosztikus módszert igénybe kell venni. Igen ám, de amikor már nem tudom tovább tartani méhen belül ezt a magzatot, akkor viszont, ha megszülöm,
akkor tudni kell, hogy egy koraszülöttnél hogy vezessem le a szülést. És nem véletlenül mondtam, hogy koraszülött csak ott születhet, ahol minden feltétel adva van. Minden feltétel adva van úgy, hogy tovább prolongálják a terhességet. Ha már nem lehet tovább, akkor ha kell, azonnal meg tudják akár a császármetszést csinálni, és a fájdalommentes szülés, tehát ne altassák, ha esetleg császármetszésre kerül sor, ne altassák az édesanyát, azért, mert a koraszülöttnek még az is árt, ha a narkotikum átmegy a placentán, tehát a lepényen, tehát úgynevezett fájdalommentesen kell a császármetszést is megcsinálni, és nem beszélve arról, hogy a megszületett kis koraszülött magzatot azonnal szakavatott kézbe kell adni, tehát neonatológusoknak kell ellátni. És hogy mennyire így van, nézzük meg, hogy Washingtonban nagyon alacsony súlyú koraszülöttek hol születnek. Tehát amit elmondtam annak igazolására. 1989, 93 és 96 évet tüntettük fel az ábrán, de látható, hogy 1500 gram alatti súlyjal Washingtonban a koraszülöttek 80-85% között születnek olyan intézetben, ahol minden biztosítva van. Neonatológus ellátás, anesztézia, minden biztosítva van. Nézzük meg, mi van Magyarországon. Az egyes súlycsoportokat figyelembe véve, amint ugye a táblázaton is látszik, 750 gram alatti súlyjal született magzatoknak mindössze 46,9%-a születik klinikán. Tehát egy klinikán biztosítva van minden feltétel. A megyei kórházakban 30%, városi kórházakban 10, fővárosi kórházakban 12-13%. Na most, ha megnézzük a halálozást, akkor a 750 gram alatti súlyjal születetteknek a halálozása a klinikán 57%, tehát több mint 40%-os túlélést tudnak biztosítani, viszont minden más intézetben 75%, 90% és 80%. Tehát, ha én összefoglalom, hogy az 1500 gram alatti súlyjal születettek hol születnek Magyarországon, akkor azt tudom mondani, hogy a klinikán 50-51% születik, megyei kórházba 30, városiba 7, és fővárosi kórházakba pedig 11,4%. Viszont ha a halálozást megnézem, akkor 1500 gram alatti súly kategóriába a klinikákon közel 80%-os a túlélés, a megyei kórházakban 69%, városi kórházakban 40%, tehát én azért utalok arra, itt nem arról van szó, hogy nem úgy vezetik le a szülészek a szülést az egyes kórház, szó sincs arról. Világosan kiderül az, hogy csak olyan helyen szabad születni az 1500 gram alatti súlyú koraszülötteknek, ahol minden feltétel adva van. Még egyszer, neonatológus, anesteziológus és minden technikai, diagnosztikus eszköz rendelkezésre áll, mert csak így lehet biztosítani a koraszülötteknek a túlélést, tehát az intakt túlélést. Ugye az utóbbi időben jött elő a császármetszésnek a kérdése, mégpedig azért, ugye, hogy egyesek szerint Magyarországon rendkívül magas a császármetszésnek az aránya. Jó lenne belekalkulálni azt, hogy pont a 32. hét előtt született koraszülötteknek a nagy része, 50%-a medencevégű fekvésbe helyezkedik el. Na most, ha elfolyt a magzatvíz, úgynevezett idő előtti burokrepedés van, plusz medencevégű fekvés, ha itt spontán szülésbe megy bele valaki 1500 gram alatt, ezt a magzatot, ha nem is halálra ítéri, de nem vagyok benne biztos, hogy úgy tudja világra hozni, hogy a későbbiek során semmiféle károsodás ne alakuljon ki. Néhány adatot szeretnék még mondani a császármetszéssel kapcsolatban, ami ugye a táblázaton is látszik. 1950-ben Magyarországon a császármetszés aránya nem érte el az 1%-ot. A szülés körüli halálozás
az 47-48 ezrelék volt, ami azt jelenti, hogy 1000 magzat közül 48 vagy a szülés előtt, vagy a szülés alatt, vagy utána meghalt. Az évek előre haladtával emelkedett a császármetszésnek az aránya, 2001-ben a császármetszés Magyarországon 21,7% volt, és a halálozás 9,8 ezrelék. Én azt hiszem, hogy azért van különbség a között, hogy ugye 50-ben 48 magzat halt meg 1000 közül, most pedig csak 9, hát persze idézőjelben csak 9, mert hogy egy magzat elvesztése is, hát azért elég komoly tragédiát jelent. Én nem azt mondom, hogy a császármetszés hozta ezt a világrengető eredményt, mert ez egy nagyon szép eredmény, szó sincs róla. A szülészet fejlődése, a diagnosztika fejlődése, a terápiás beavatkozások, a neonatológia, anesztézia szál együttesen szerepet játszottak abba, hogy ilyen legyen az eredmény, ilyen jó legyen ez a mortalitás, tehát a halálozás, azonban nem szabad elfelejteni, hogy ebbe a császármetszés is igen jelentős szerepet játszott. Most ha néhány adatot megnézünk, akkor látjuk, hogy Ausztráliában a császármetszés a gyakorisága 21%, és minden 26 hét alatti magzatot császármetszéssel segítenek a világra. Az Egyesült Királyságban 22%, nem beszélve, hogy 72-ben csak 4 volt, Egyesült Államokban 24%, 82-ben szintén csak 4% volt, és vannak olyan országok, ahol még ennél is magasabb a császármetszésnek az aránya. Mert tudni kell azt, hogy a császármetszéssel gyakorlatilag sokkal jobb állapotban tudjuk világra segíteni a magzatot, itt a 1500 gram alatti súlykategóriáról van szó, mintha spontán szülésben mennék bele. Természetesen elvileg spontán is lehet szülni, de azt már döntse el a szülész, hogy belemere menni spontán szülésbe, vagy nem. Kedves hallgatóság, ezek az új módszerek, ugye a magzatvíz visszapótlása, a méhen belüli kezelés, akkor a méhen belül beadott felületaktív anyag, természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak ezek az új módszerek vannak a szülészetben, vagy a szülés alatt a pulzoximéternek a használata, tehát sokkal több olyan módszer van, amit alkalmazunk. Én azt hiszem, hogy megreszkírozom azt, hogy nem feltétlenül lett volna szükség arra, hogy mi kitaláljuk ezt, hogy a magzatvizet vissza kell pótolni. Vagy hogy a magzatot méhen belül meg kell kezelni. Én azt hiszem, hogy ez már ilyen tűzoltás. Mert ha nem lenne ilyen, akkor a szülés arány, nem lenne ilyen magas Magyarországon az 1500 gram alatti súlya a születettek aránya, vagy a 32. hét előtt születettek aránya, akkor nem lenne szükség ilyen beavatkozásra. Tehát más az a koraszülés, aki 2 kilóval születik, és más az a koraszülött, aki 800 grammal születik. Természetes ilyen új eljárás még, ugye a 3-4 dimenziós ultrahang használata a szülészetben. Én engedjék meg, hogy csak pár képpel demonstráljam, hogy mit jelent ez a 3-dimenziós ultrahang. Sokkal korábban föl lehet ismerni az esetleges fejlődési rendellenességeket, sokkal jobban lehet következtetni a magzat állapotára, és én azt hiszem, hogy az új módszerek között ez is, tehát egy hihetetlen előrelépés, hihetetlen eredménynek számít, de én nem hiszem, hogy mondjuk a mai előadásban erről hosszabban lehetne beszélni, mert ez egy külön előadás témáját jelenthetné. Szeretnék bemutatni, amint tetszenek látni, egy normál csontrendszer, egy 18 hetes magzatnál, meg lehet mondani, van-e rendellenesség, vagy nincsen. Akkor ugye egy nyitott hátgerinc, ami manapság ugye a legnagyobb problémát jelenti. És például a 27 hetes magzatnál, amikor, ha megtetszenek számolni, ugye az 5 új helyett 6 újja van, ami nem egy súlyos fejlődési rendellenesség, de ezt is meg lehet látni. Egy 16 hetes magzaté. Egy 24 hetes magzat háromdimenziós képe. Ugye, és azt is nem csak meg tudjuk mondani, hogy lánya vagy fiú, tehát nem csak ez a lényeg, hogy meg tudjuk mondani, hogy lányról van szó, vagy fiúról, hanem ugye azért a rendellenességek milyen állapotban. Ez egy fiú magzat, 29 hetes fiú magzatnak a képe. Ez egy 32 hetes magzat.
jól érzi magát, mert jó nagyot ásít, pont alvás előtt van. Azt mondja, egy 36 hetes magzat. És én úgy gondolom, hogy bátran ki tudom jelenteni azt. Én remélem, hogy kiderült, hogy a jövő generációjának a miensége, a minősége a szülészeti ellátások múlik, tehát a szülészeti tevékenységen múlik. Nem mindegy az, hogy az a szülész milyen állapotban segíti a világra a magzatot, tekintettel arra, hogy ha nagyon jó állapotban, akkor a neonatológus mindent meg tud tenni azért, hogy ez a magzat csodálatosan éljen tovább, tehát intakt magzatokat segítsünk a világra. Tehát nem arról van szó, hogy elmondhatjuk, hogy nálunk az 1000 gram alatti súlya a született koraszülöttek túlélési aránya ilyen jó, hanem a döntő az, hogy a késői károsodások minél kisebb számba forduljanak elő ezeknél a magzatoknál. És engedjék meg, hogy befejezzem egy mondással. Magasztalni kell az anyát, akinek szeretete nem ismer határt, és emlőjén nevelkedik az egész világ. Valójában így van. Mindenkinek, szülészeknek, mindenkinek meg kell tenni mindent azért az édesanyákért, akik szülnek, és akik a családjukat egy csodálatos újszülöttel ajándékozzák meg, hiszen ezek az újszülöttek jelentik a jövőt. Nagyon köszönöm.